Laca vagyok, és ma úgy látszik, hogy lesz egy vendégünk ebben a videóban. Ma a Colourpop You Had Me at Hello palettájáról fogok beszélni, amit teljesen egyszerre rendeltem a Dream Street-tel, amiről már készítettem nektek videót még februárban. Amikor megrendeltem ezt az egész Colourpop csomagot, amiben nem csak ezek voltak, akkor úgy voltam vele, hogy videót fogok csinálni a matt rúzsokról, illetve a Dream Street palettáról. Ezt csak úgy megrendeltem, mert tetszett a színösszeállítás, hogyha megnézitek, ez most már nincs olyan jó állapotban, de hogyha megnézitek a színeket, akkor ez ilyen lilás, kicsit narancsos, barnás, pezsgő színű, szóval egy ilyen egész természetes paletta. Nem voltam nagyon lelkes iránta, de megvettem, mert azért tetszett, gondoltam, kipróbálom ezeket a színeket is, és aztán ahogy teltek a hónapok, rá kellett jönnöm, hogy ezt a palettát iszonyúan szeretem. Szóval bármikor, amikor úgy 5 perc alatt össze akartam dobni valami szép sminket, akkor csak kinyitottam ezt a palettát, és még akkor is, hogyha nem voltam biztos benne, hogy éppen milyen színekből szeretnék magamnak sminket csinálni, rögtön kinyitottam, és így 4-5 féle smink eszembe jutott, amit úgy egy pillanat alatt fel tudtam volna dobni vele. Mert annak ellenére, hogy mondjuk nevezhetjük unalmasnak is ezt a palettát első ránézésre, nagyon sokféle dolgot lehet vele csinálni, és mindjárt meg is mutatom, hogy, mert ebben a videóban is szeretnék végigmenni a színeken, és megmutogatni, hogy mi milyen állagú, mi milyen színű, ilyesmi, mire lehet jól használni. Egyébként még van egy érdekes oka annak, amiért most megcsinálom ezt a videót, az, hogy rájöttem, hogy én ugye imádom a színeket, és imádok színekről beszélni, színekkel foglalkozni, festeni akár, és arra jöttem rá, hogy nagyon szeretek swatchokat, egyrészt nézni, instant swatchokat, másrészt csinálni. És arra jöttem rá, hogy ha fogom ezt a kezemet, és megszámolom a kis porcokat, akkor a hosszú ujjaimon pont annyi porc van, mint ahány szín ebben a palettában. Úgyhogy amikor erre rájöttem, éppen irodában voltam, és programoztam, és alig vártam, hogy hazajussak, hogy megcsinálhassam ezt a képet, amit feltöltöttem Instára, és valaki kérdezte ott, hogy fogok-e csinálni review-t erről a palettáról, és akkor végül is úgy voltam vele, hogy ha az embereket is érdekli, meg én is igazán szeretem ezt a palettát, annak ellenére, hogy semmi extra durva szín nincs benne, hát akkor oké, csináljuk meg ezt a videót. Ja, és még egy érdekesség erről a palettáról, hogy ugye rá van írva You Had Me at Hello, és ha jobban megnézi az ember, akkor ez csak egy matrica, és a hátulján, ahol a színek nevei vannak, az egész is csak egy matrica. És kiderült pár hónappal ezelőtt, hogy ez volt a Kathleen Lye collab eredetileg, mert hogyha leszedjük ezt a matricát, akkor alatta itt a kép, látszik, hogy ez a Lumina nevű paletta volt, ami a Kathleen Lights és Colourpop collab paletta lett volna. És nem derült ki, hogy miért nem ez lett az végül. Szóval azért a Dream Streetben radikálisan más színek vannak. Egyébként tök vicces, mert hogy ugye látszik a palettán, hogy vannak rajta ilyen kis string lightok, ami Kathleenre jellemző, meg ez volt ugye az első olyan paletta a Colourpoptól, amiben volt tükör, és ugye itt is itt vannak ezek a kis string lightok, úgyhogy ez csak egy ilyen kis plusz misztikum, ami ehhez a palettához fűződik. Akit egyébként ez a paletta érdekel, és nem látta még azt a videót, amiben erről beszéltem, egy hosszú review videót csináltam róla, akkor azt majd ide kattintva megnézhetitek. Na de akkor beszéljünk is a színekről. Az első szín, ami a palettában bal felül található, azt úgy hívják, hogy The Knot, vagyis a csomó, és ez egy ilyen highlighter szín, nagyon világos, nincs alap rétege, szóval, hogyha ezt felkened valahova, akkor csak akkor látod, hogyha úgy esik rá a fény, és ez egy ilyen világos, kicsit rózsaszínes színű, kicsit ezüstös, nagyon szép árnyalat. A mellette lévő az ugyanezekkel a tulajdonságokkal rendelkezik, csak egy kicsit aranyosabb színű, egy ilyen pezsgős, világos arany. Már-már zöldes. Úgy hívják, hogy Moonstruck. Aztán a mellette lévő egy matt szín, ami egy kicsit furcsa nekem, Two Peas névre hallgat, és ez barackos. Egy barackos, világos matt, amivel általában nem tudok mit kezdeni, mert ez ugye az egész szemhéjra kenve használható legjobban, árnyékolni nem lehet vele, mert ahhoz túl világos,
És ezt a szintén nem szeretem a szemhéjamon, mert inkább az ilyen hidegebb árnyalatokat szeretem. Aztán, ami mellette van, Candy Graham névre hallgat, és nagyon izgalmas szín, ez egy duokrom szín. Az alapja ennek a színnek rózsaszín, egy élénk rózsaszín, egy ilyen fuksziás szín, és ami fölötte van, ami fénylik, az pedig arany. És ez nagyon izgalmas, ez a szín, nagyon-nagyon szép. Egy kicsit darabos, ez a tipikus, aki ismeri a Colourpop formulát, ez az ilyen darabosabb szín. Tehát már a kis tartókájában is látszik, hogy ilyen könnyen darabosodik. De a felület, amit képez, az nagyon szép. És tényleg tök izgalmas, hogy ez a rózsaszín, ez így átüt ezen az aranyszínen, ami hát a fölé kerül. Ami a második sor első színe, úgy hívják, hogy Winning Ticket, ez egy matt szín, ez szerintem ez a kedvenc színem az egész palettából. Ez egy olyan állati hideg, májvás, barnás, pinkes szín, ami az ilyen hidegtónusú paletták szerelmeseinek a kedvenc színe, mint ahogy az enyém is. Gyönyörű szépen lehet vele árnyalni. Akkor, amikor nem akarsz egy ilyen nagyon brutál sminket csinálni, akkor ez nagyon jó árnyaló színnek, mert sötét, nem durván sötét, de lehet vele árnyalni, és nagyon-nagyon szép, és nagyon könnyen elsatírozható. Úgyhogy, amikor ezzel a palettával csinálok sminket, akkor ezt mindig használom. Aztán, ami mellette van, FBO névre hallgat, ilyen árnyalatú szemfestéket én még nem láttam. Ez csodálatosan illik az előző matthoz, nagyon hasonló hozzá, de ez ugye fényes szín. Ilyen pinkes, aranyos, pesgős, barnás. Kb. Így ezt tudnám rá mondani. Kicsit leírhatatlan szín, de nagyon szép. Nem duokrom, csak nagyon leírhatatlan, mert nem tudod azt mondani rá, hogy ez egy májvás szín. Azt sem tudod, hogy ez egy barnás szín. Szóval ez így a határán van mindennek, és ugye szerintem beszéltem már színekről eleget ahhoz, hogy tudjátok, hogy ez az én kedvencem, amikor így kb. Megfogalmazni sem tudod, hogy milyen színű, annyira izgalmas. Aztán, ami mellette van, ismét egy matt szín, Look C névre hallgat, egy gyönyörű bogyós ilyen kis, hát kis lilás bordós szín. Nagyon sokat szoktam használni, amikor egy kicsit nem akarom, hogy ilyen átlagos, neutrális színe legyen a sminkemnek, hanem egy kicsit lilás, akkor ezt használom itt-ott mondjuk alul, vagy pedig ezzel árnyalok egy kicsit. A második sor utolsó színe Fool's Rush névre hallgat, és ez egy állati gyönyörű szín. Ugye, akinek van már egy pár palettája a kollekciójában, az azt is mondhatja, hogy ez csak egy ilyen arany, hogyha így ránéz a palettában, de igazából különleges, szóval nem az a klasszikus arany, ugye ezekben a palettákban általában úgy szokott lenni, hogy van egy arany, meg egy ilyen bronzszín, vagy részszín, és tudjátok, ez egy ilyen nagyon tipikus arany, nagyon tipikus rész, és ez az árnyalat valahogy a kettő között van. Szóval egy kicsit aranyos, de nem az a sárgás, és narancssárgás inkább, de nem az a tipikus, nagyon durván narancssárgás réz. Úgyhogy én ezt nagyon szeretem, ezt a színt. Az utolsó sor első színe a Pulling Strings. Ez, amikor így ránézek, és így használni kezdem, olyan, mint egy ilyen indiai fűszer. Szóval egy ilyen élmény nyújt tényleg, ahogy használja az ember. Egyébként nem egy olyan brutál, különleges szín, egy ilyen narancsos, kicsit rozsdás, világos barna. És aztán ami mellette van, az is nagyon hasonló hozzá, az egy kicsit vörösesebb, de hideg. Sokkal hidegebb, mint ez a indiai fűszeres szín, aminek az a neve, hogy Want You Back. Az alsó sor harmadik színe DTR névre hallgat. Ez egy olyan szín, amit bármikor, amikor csak úgy tényleg, amikor fel akarok dobni egy sminket, akkor ezt használom a teljes szemhéjamra. Ez egy ilyen nagyon természetes, kicsit hideg, fényes szín. Azt is mondhatom, hogy ez az ilyen tökéletes, kedvenc, fényes színem. A palettában ugye ez az, ilyen hidegnek tűnik, főleg a többi körülötte lévő szín miatt. És, de szemrekenve tényleg szép, nem szürke, egyáltalán nincs szürkés hatása. Nagyon-nagyon-nagyon szeretem, az én színeimhez ez tökéletes. És akkor, hogyha ennyi szín lenne ebben a palettában, akkor még lehetne hiányérzetünk, de nagyon okosan még van benne egy Sparks Fly nevű matt, sötét barna.
ugye, hogyha nagyon erőteljesebb árnyékot akarunk csinálni, akkor egy matt sötét barna elengedhetetlen, illetve hát szemöldökre is esetleg jó, ahhoz én egy kicsit túl telítettnek érzem, bár ez nem egy olyan durván telített élénk barna, hanem kicsit hideg, nem vöröses, nem narancssárgás, egy neutrális, szép sötét barna. Ahhoz képest, hogy tényleg úgymond csak 12 szín van ebben a palettában, nagyon jól megvan oldva, hogy lehessen csinálni hidegebb, meg melegebb sminkeket is, és tényleg 5-6-7 különböző, tényleg teljesen különböző kinézetet tudok elképzelni és megcsinálni, és konkrétan csinálom is, szóval ez nem csak elméleti dolog. És nagyon jól ki van találva, hogy van benne olyan szín, amit ilyen kis highlighterként lehet használni, bármint szemre, de szerintem akár arcra is lehet, mert ugye, ahogy mondtam, nincsen ilyen alapszíne. Szóval tényleg csak csillog és fényt ad az arcnak. Akkor van benne árnyaló szín, fényes színek, duokróm, szóval nagyon-nagyon jól össze van rakva ez a paletta, és tudom nektek ajánlani, mert azon felül, hogy jók a színek, nagyon-nagyon-nagyon jó a formula is, az összes árnyalatának, szóval könnyen satírozható, nagyon tartós, szép, pigmentált, nagyon tudom ajánlani, tényleg. Főleg akkor, hogyha szeretitek a hidegebb árnyalatokat, de akkor is, hogyha nem, mert végül is, ahogy végignézek ezeken a színeken, sok meleg sminket el tudok vele képzelni. Úgyhogy szerintem nem is húzom tovább a szót, ez volt a Colourpop You Have Me at Hello palettája. Remélem, hogy mindent elmondtam róla, amit szerettem volna. Lényeg, hogy én tényleg nagyon szeretem, és nagyon tudom nektek ajánlani. Ahogy látom, Műtyűr közben elaludt, úgyhogy ő nem a Colourpop szerelmese, mint én. Ha tetszett ez a videó, akkor nyomjatok alatta egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornára, kövessetek Instán és Twitteren, ahol Slutz néven találtok meg, és jövő héten találkozunk. Sziasztok!